Békú, a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. N.O.P.Q. a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek. Folytatódik, kicsit melankolikusra sikerült adásunk. Igen, de most sem lesz jó hír. És most sem, még a végére még se jut. Még a gasztrorovatba is próbálunk egy kicsit hír magyarázni, és nem jó hírt magyarázni, sajnos. Hát aki bejárkál olyan cukrász üzemekbe, ahol hogy fogalmazzak finoman, hogy senkit ne bántsunk meg, adnak a minőségre. Ez így az, akkor az látja, hogy 2000 forint is simán lehet egy szelet sütemény, és ilyenkor felvonja a szemöldökét, hogy ez hát mi kerül ebbe 2000 forintba? Na, ennek járunk egy kicsit utána. Karl Zsolt a vendégünk, a vonal túlsó végén, a Dunaharaszti Kár cukrászda tulajdonosa. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia! No, hát hogy jön ki ez a 2000-es sütemény? Most így ex-hassaptunk, mert nyilván van ennél igen, drágább, meg van ennél olcsóbb is, de a jelenség az mindenképpen szembetűnő. Borzasztó nagyot drágultak a cukrászdák az elmúlt időszakban. Igen, a cukrászdák már... is, fogalmazzunk igen, így. Igen, hát ez köszönhető az alapanyag emelésnek, áremelésének, az éghajlatnak, mivel hogy kevés a termés, kevés a búza, külföldről jön a legtöbb árunk, köszönhető az euró árfolyamnak is, és hát aki tényleg minőségi alapanyagból készíti a süteményeit, fagylaltjait, az igencsak most vakargatja a fejét, úgyhogy... Mondasz néhány számot, ami még téged is meglepett? Mert ha a KSH-t nézzük, akkor ugye minden süteménybe kell vaj, ahogy néztem nagymamám igen, tevékenységét. Igen. És a vaj az egyik legdrágább, vagy legnagyobbat emelkedő élelmiszeripari termékek igen, közéke. Hát a vaj tavaly ilyenkor ilyen 1600 forint volt körülbelül nettóba, így nagykeráron, most 3400-3600 forint nettóba. Na most a francia sózott vaj az ennek még, nem is tudom, 1500-2000 forint a drágább, úgyhogy irreális, iszonyú áremelkedés volt az elmúlt fél évben, és hát természetesen heti szinten változnak az alapanyagárak. Például egy vaníliarúd, Tahiti vaníliarúd, az már több mint 400 ezer forint kilója, Madagaszkárinak 180 ezertől 300 ezer forintig. Ez régen 70-80 ezer forint volt kilója. Természetesen nagyon sok cukrász ezt most kihagyja, én nem. Uh-huh. Csokoládénak is feljebb ment az ára. Meg hát az a nagy probléma, hogy hát ez nem csak mostani helyzet, hanem az éghajlat, hogy minden kiég, minden elszárad. Gyümölcsöket is például nagyon nehezen tudjuk beszerezni. Régen a málna is például volt 1300 forint egy kiló, most egy jó minőségű málna 6000 forint egy kiló külé. Uh-huh. 6000 forint. Azt mondtad, hogy te nem adsz le a minőségből. Pont a napokban olvastuk azt a szomorú hírt, hogy az édesem cukrászda pont ezért zárt be, mert ő sem igen, akart, viszont igen, egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy olyan áron tegye ki a süteményeit, amennyit kell kalkulálnia, mert hogy a fogyasztóit nem akarja ezzel sokkolni, és nem is hiszi, hogy elvinnék. Meddig mit tudjátok? Lehet ilyenkor csinálni? Hogy jön ki a matek? Hogy igen, ha minőséget szeretnél adni, az nagyon-nagyon drága, és arra meg azt mondja a fogyasztó, hogy hát ennyit nem biztos, hogy fizetek egy szelet tortáért. Igen, per pillanat a lélektani határon vagyunk már, mert 990 forint körül, 1300-1400 forint körül járok én is, és hát emelnünk kell. Mert ez persze lett torta, ugye? Igen, persze lett torta. Most például a fagyal stabilizátor négyszeresére ment fel. Múlt héten még csak vettem egy adagot, a 128 ezer forint lett volna, most meg 600 ezer forint, úgyhogy iszonyúan csapkodnak a hullámok. És hát én szerintem nagyon luxus termék lesz a sütemény. A jó minőségű süteményért én azt mondom, hogy azért még mindig lesz rá kereslet. Igaz, hogy kevesebbet fogunk tudni eladni, de azt se lehet elvárni, hogy csődbe menjenek cukrászdák, mert hogyha mindenki az olcsóságra törekszik, a minőségből nem enged, én ezt az utat választom, inkább minőség, kevesebbet árulok, de a minőséget tartom, mert hogyha a minőséget kezdem el rontani, margarint használni, vaj helyett, szóval avval megint nem jó felé haladunk. Persze. Nagyon sok cukrász sajnos ebben a csapdába esik bele. Arról nem beszélve, hogy lehet, hogy olcsóbb lesz, de akkor is drága marad. Tehát akkor lesz egy igen, vacak minőség, és igen, nem 1300 ér, hanem 800 ér. Hát most azzal nem vagyunk ki. Nem vesz 6-8 szeletet egy vendég, hanem csak vesz 2-3-at, és úgy zene elfogyasztva. Szóval én azt mondom, hogy én ezt a politikát vallom. Nehéz lesz, nagyon sokan tönkre fogunk menni. Nagyon reméljük, hogy rendeződni fog ez a sor, és hogy ki tudunk tartani. Hát itt nagyon sokan előnyben vannak, akiknek nincs bérleti díja, nincs olyan uh-huh, sok adóssága,
és hát nagyon sok minden közre játszik, hogy Budapest vonzás körzetében vagyunk, vagy vidéken, mert vidéken még sajnos még mindig ilyen 400-500 forintoknál járnak, csak nem tudom, hogy hogyan és miből állítják elő, mert az energiaár is elment, az alapanyagár is elment, a járulékok is elmentek, a bérek is elmentek, mert mindenkinek ugyanúgy árat kell emelni, mint minden szférában, más szakmában is. Úgyhogy, és aki nem emel, az hamarabb be fog csődölni szerintem. Hát igen, meg ugye itt is nem beszéltünk az energiaáról, ugye, ami igen. A rezsicsökkentés, vagy a rezsivédelem, az nem biztos, hogy a cukrászdákra vonatkozik, vagy nem mindegyik igen. cukrászdára. A munkaerő, gyanítom, nálatok sem lett több, tehát igen, ott is egy ilyen infláció igen. mellett megkérdezi a cukrászot nálatok is, hogy jó, de miből vegyek kenyeret, tessék már egy kicsit igen. rátenni a... Igen. Hát ugyanúgy a kollégáknak is emelni kell, alkalmazottaknak is emelni kell a bérüket, mert ugyanúgy elmegy a boltba, neki is emelkedik minden, szóval ugyanúgy elvárják ezt, és hát ezt csak a bevételből tudja az ember, és a emeltebb bevételből, szóval nincsből nem tudunk fizetni, és én mindig ezt az elvet vallom, én már évek óta ezt mondom itt az ipartestületnek is, mert a cukrász kollégáknak is, hogy mindenkinek meg kell fizetni a munkáját, szóval nekünk cukrászoknak is ugyanúgy drágult most minden alapanyag, de ez ugyanúgy az asztalosnak, persze. ugyanúgy a könyves, az építőipar, mindenhol, szóval tulajdonképpen ez egy világszintű gazdasági helyzet most, igen. és nem tudunk ebben mit kezdeni. Nehéz, nagyon nehéz. Világos, nagyon nehéz időre hát állunk. Szorítunk, szurkolunk mindennek, hogy az árak stabilizálódjanak, essenek, hogy ti túléljetek, és hogy menjenek mert a dolgok. Mert hogy mink édes szájúak vagyunk így itt van. A Balázssal, úgyhogy jó van. Jó van. Helyes, várlak benneteket szeretettel. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, szép napot, szia. Szép napot kívánok, ciao. Kall Zsolttal, a Dunaharaszti Kall cukrászda tulajdonosával váltottunk pár szót az árak drágulásáról. Most ennyi fért a tányírunkra. M.O.P.Q. a nagy torkú. A Millás reggeli gasztrorovata hangzott el. Nem drágulnak az árak. Az árak emelkedéséről beszélgettünk, igen. Szoller Andi mosolyog nagyon. Vagy egy kávé, vagy menjél haza pihenni. Már annyi kávét ittam, hogy én inkább hazamegyek. Jó, rendben, én is. Nem tudom, hogy pihenni, mert arra nincs időm, hanem tovább pörgök így a fejemen. Na jó, viszont holnap megint jövünk megerősített csapattal, mert a hallgatók azt mondták, hogy a Várkonyi Gábor olyan optimista, hogy mindenki másnak otthon kéne maradni, és olyan jókedvés. És úgyhogy... Tudok én még műsort vezetni? Tudsz, nem tudsz te már semmit. Maradj otthon. Nem akarok a kordéra maradj kerülni. Maradj otthon, pihenjél, majd behozzuk a Várkonyit. Ez van. Muszáj. Ezt csinálják velem a kollégák. Én beszéltem rá a Várkonyit, én pendítettem meg először. És téged. Hogy jöjjön be. Is, engem azonnal, tehát megástam a saját sírom. Azért, mert az Ács beszervezte, levenedzselt vele egy műsort, most a Gede csinálja ugyanezt. Igen. Majd ősztől lesz itt nagy rend, ne félj, fogsz szerepelni eleget. Most viszont elbúcsúzunk, Czoller Andi hírei jönnek, utána pedig zene, tudás, morzsa, minden lesz. Happy Hours is lesz. Amit akartok. Amit akartok. Na, én akkor most kétszer szabadságra vonulok. Oké. Okay. De holnap elmesélem a Dunai vizitúrát. Ja tényleg, felhívunk a vizitúrával. Ezért, tehát érted, nem jövök be, de nem tudok aludni, mert úgy is felhívnak. Jó, hát ez a lehető legrosszabb. Azért 3-9-kor már ne aludjál. Emberek, Dobó Istvánt idézném, inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Kevés oroszlán ár most helyt a munka frontján, de látva az euróforint árfolyamát, úgy gondolom, hogy mi ránk kevesekre nagyon-nagyon sok felelősség hárul. Ne csüggedjünk, ne hervadjunk, utol fogjuk élni Ausztriát, ha beledöglünk is. Nem 30 év múlva, hanem 25. Hajrá! Szép napot, sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra